A powerművek elsősorban a megalakulásunk óta, egy 18 éve villamossággal foglalkozott. Aztán, ahogy telt múlt az idő, változtak az igények, és most 4,5 éve már fajátszó szergyártással is foglalkozunk. A gyerekek tulajdonképpen ők voltak azok, akik elsősorban inspiráltak arra, hogy minél több és minél szélesebb körbe valamilyen játszószerhez hozzájuthassanak, a műanyag és az egyéb nem természetes anyagok után valami fa, régi hagyományos eszközök kerüljenek a kezükbe. Tulajdonképpen óvodáskortól kezdünk fajátszószereket készíteni, és nem csak a kisgyerekeknek, hanem a közép- és nagyobb korosztályú gyerekeknek is készülnek eszközök. A kültéren elhelyezkedő játszótereknek egyik alapvető hibáját szeretnénk ezzel kiküszöbölni, hogy a nagy gyerekek ne tegyék tönkre a kisgyerekek eszközeit, nekik saját méretükre elkészített és méretezett játszóeszközöket is készítünk. Sajnos éppen a kis szűkebb hazánk apró körzetében, itt Pécsen, illetőleg a megyében még nem találhatók. Legközelebbi az Kaposváron, aztán ettől távolabb nagyon sokat szeretünk Budapesten, Salgótarjánba, Zalaegerszegen, Sopronba. Remélem, hogy most ezek után kedvet kapnak erre a jó minőségű játszószerre, és itt is fogunk egyre többet ebből felállítani. Éppen ezért szeretnénk ezt a pécsi körzetet is meghódítani a mi eszközeinkkel, és felajánlottuk a sportvetélkedőre, mint fődíj, egy általunk legyártott játszóeszközt, amelyet nagy örömünkre, és nem csak a gyerekek örömére, végre felállíthatunk itt Pécsen is.